Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 18-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Külajossal, az Aranycsapat Alapítvány elnökével, majd egy beszámoló következik a Doni Hősök emlékmiséjéről, végül pedig ellátogatunk egy könyvemutatóra. Tartsanak velünk! Ebben az esztendőben bizonyosan helyére kerül Székesfehérváron Melokkó Miklós szobra a Helsinki Olimpia dicsőséges szereplésének emlékére. A Bregyó közben elhelyezésre kerülő emlékműről Külajossal, az Aranycsapat Alapítvány elnökével beszélgetünk. Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, Külajossal fogunk beszélgetni az Aranycsapat Alapítvány elnökével, mégpedig azért, mert Székesfehérvárra kerül az 1952-es Helsinki Olimpia emlékműre, az az emlékmű, amelyet Melokkó Miklós tervez és épít majd. Ez egy nagyon fontos pillanat, 70 esztendeje volt. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Szép, jó napot kívánok. Csoda eredmények sora. 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz. Hát fantasztikus tényleg. Minden idők legcsodálatosabb teljesítménye. Tehát azt jelenti, hogy se annak előtte, se annak utána a közelébe nem tudtunk jönni. Úgy megbeszéltünk már egyszer, hogy azt hiszem Barcelonában vagy Szöulban 11-ig jutottunk. Fantasztikus teljesítmény az is, de nem 16. Így és igaz. Még hozzátéve a történelmi hátteret. Tehát egy börtönvilágból, 1952-ről beszélek, börtönvilágból mentek oda ki, mert ugye tényleg hát egy börtönvilág volt, itt majdnem mindenki megjárta, a Rákosi, meg a Jóisten tudja, a Sztálin, ilyen olyan börtönvilágát, kérek szépen, vagy kínzókamráit, és ebből az országból kimerve, kérek, elkápráztatták az egész világot. Büszkévetéve az egész világ magyarságát. Így van, és ráadásul köztünk van még Keleti Ágnes, nemrégiben ünnepeltük a 101. születésnapját. Most 9-én kérek szépen, így most 9-én. Hál' Istennek meg él, és merjük remélni, hogy ott fog lenni a gyönyörűséges, szép, hát emlékműhivatásos. Ahogy talán még ugye Korondi Margit is köztünk van, bár ő ugye a tengeren túlon él. Picit távol van, igen. Tehát az sajnos a helyzet az, hogy ugye most Los Angeles-t mondják, hogy éppen ott tartózkodik, hát azért az, hogy még New Yorktól is 5000 kilométerre van. Így tehát van. Onnan meg még 2 óra, szóval eléggé tehát messze. Visszatérve az emlékműre, ugye ez a gondolat megszületett, ez egy nagyszerű gondolat, és a megvalósítás viszont először ugye Helsinkiben volt a terv, utána jött Budapest. Ez különböző okok miatt máig nem tudjuk, hogy miért. Budapest városvezetése elutasította, holott én azt gondolom, hogy az olimpiai parkban a sétányon gyönyörű helyszín lett volna a Dunaparton. Ki is hát választottuk azt a helyet. Elmentünk oda, kiválasztottuk, és hát maradjunk annyiba, hogy nem kaptuk meg a lehetőséget, ne ragózzuk itt a tört. Nem kaptuk meg, ez én szerintem szégyen gyalázat. Mert ez a tett, az a teljesítmény, az az eredmény, hát világra szóló volt. Igen, és akkor te nem tágítottál. Na ne, hát én nem adom fel olyan könnyen, kérlek szépen, mint ötletgazda, nyilvánvalóan, kérlek szépen. Először ugye Helsinkiben próbálkoztam, mivel hogy meghívtak, ott történt az eset, gondoltam arra, hogy ott csinálunk egy nemzeti, hát zarándok helyet. Beszéltem is ennek kapcsán Urkuti Gyuri barátunkkal, kérlek szépen, ottani nagykövet, aki lelkes híva volt a történetnek, tehát ott is sajnos a nagy politikába ütközve, ugye az a kormány ellenséges volt a jelen pillanatban, és ellenséges a mi kormányunkkal, és egyszerűen mindig találtak valamit, egyszer a stadionban nem volt lehetséges, akkor utána a Nurmi Parkba se, a stadiont övező gyönyörűséges Nurmi Parkba se volt lehetséges, amit először azt mondtak, hogy egy kitűnő ötlet, nem. Tehát sehol nem kaptuk meg a lehetőség, méltó lehetőséget. A végén azt mondták, hogy a stadion alatt az edzőhelyiségben, hát ilyen nincsen. Világos. Abban nem mehetünk. Budapestről már beszéltünk, viszont az nagyon fontos, hogy a kormányzat is segítette ezt az elképzelés megvalósítását. Tehát Kásler Miklós. Személyesen bementem oda, tehát érdeklődtem, hogy milyen viszonyban van a sport, hát
hogy mondjam, hódszerelmes a sportba. Elsősorban az aranycsapatba, tehát mondom, professzor, itt azért volt más is. Tehát ugye itt volt 15 más sportá, vagy 15 világos más történet, és igen, igen, 16 aranyérem volt, meg ezüstök, meg sok bronzkérem. Hát ez egy óriási teljesítmény volt, és tényleg hát furcsa módon soha nem lett megünnepelve. Soha nem kapták meg azt az elismerést, amit méltán megérdemeltek volna. Hát mondom, nem is értettem ezt. És akkor most elérkeztünk oda, ugye meghívtak oda Helsinkibe, ott tartottam ezt az előadást, és akkor felvetődött a történet, hogy hát akkor valahol csináljunk valamit ennek kapcsán. És akkor ugye sajnos ott nem volt lehetséges, akkor a Budapesten se, de hát a professzor azt mondta, hogy ő támogatja ezt az elképzelést, ahol meg tudjuk csinálni, Lajostán, csináljuk meg! És akkor végre azt mondta, megcsináljuk. És Székesfehérvár esett a választás. És Székesfehérvár azért jött, mert hát, ugye, álljunk, történelmi főváros, egy, kettő, hát szeretett szülővárosom is. Nyilvánvaló, ez is szerepet játszott. De én úgy arra gondoltam, hogy itt már van egy fantasztikus nemzeti emléke. És mellette csodálatosan passzolnak, kérem, egy nemzeti zarándoka is. Mert ez a teljesítmény, hát ez szupersztárok gyülekezete volt, Lajoska, nem? Szupersztárok. És akkor sikerült megnyőzned Melokko Miklóst is. És egyébként akkor Melokko Miklós, igen, könnyű volt meggyőzni, ő is nagyon szerelmes, pontosabban nagyon szereti ezt a történetet, és a nagy tisztelője, édesapját 1951-ben gyilkolták le, kivégezték, és rá egy évre történt az eset, és még egyszer, hát elkápráztattuk az egész világot. Hát ennek utána kezdték el a térképet lakozni, ugye, hogy hol van Magyarország, kik ezek a magyarok. Így van. És most pedig a Bregyó közadhat otthont a sportcentrum, az Olimpiai Parkban. Igen. Ugye tegnap, illetve volt egy bejárás az elmúlt időszakban, több is természetesen. Hát országos minőségű vizsgáló intézet is így van. És most pedig a város szakemberei, a főkertész, főépítész, igen, illetve a városgondnokság vezetői is ott igen voltak. A bejáráson megtekintettük együtt, hogy igen, hol kaphat igen helyet a emlékmű. Erről a híradóban már beszámoltunk, most azonban nézzünk meg egy beszélgetést Melokko Miklóssal. Egy rövid igen beszélgetést, hogy miként képzeli el a szobrot, és utána folytatjuk. Kitűnő. Mindennek rendelt ideje van, 70 esztendővel a fantasztikus helsinki sikerek után végre elkészülhet egy olyan emlékmű, ami méltó ehhez a sikersorozathoz. Milyen gondolatokkal fogadta a felkérést? Remélem méltó lesz. Tudnék, nem olyan nagy szabású ez az emlékmű, hanem majdnem azt mondhatnám, hogy értelmes. Sok név van. 52-ben reng 16 aranyérem, szóval sok, és hát a vízilabda csapat, szóval van, ahol nem egy név érem, hanem több. És valaki mondta, hogy hát ezt egy könyvet kellene. Na, de hát könyv az utcán, és akkor jöttem rá, hogy lehet könyvet csinálni kőből. És akkor abban ahány lap van fölírni az összes nevet. Na, így született meg ez a ötlet. Hogy méltó lesz-e? Hát valahogy a rangját emelni kell. Itt a pusztán, ha letesszük, akkor szegény olyan, mint a félre lenne dobva. Nincs építészeti környezet, de kell kertészeti környezet. Azért képzeltem, hogy négy jegenyét, eléggé túlkorosat, földgömbbel valahogy, hát ezért kellene a kertész leültetni. És akkor ez a négy jegenye, amit szélesedik kifelé, hátul 2 méter széles, előre a 3 méter, és ennek a karolásában volna ez a kőből faragott könyv. És azért kellene az kertész, hogy hamar megcsinálni ezt a kertészeti helyét, hogy mire a szobor ide kerülne, addigra a helyszín már meg lenne. Természetesen együtt kell csinálni, tehát a Reneszansz részvénytársaságtól Szénás Józsefet megkérni, hogy a föld alatti részét, ami tartja az emlékmét, azt megcsinálni, mert azután a kicsit később odaültetett jegenye tud igazodni a beton vagy bármilyen más alapjához az emlékműnek. Mert ha előbb csinálják meg az emlékművet, és aztán ültetik a fákat, hát az emlékmű nem fog igazodni a fákhoz. A fáknak viszont esetleg rossz egészségügyileg, élettanilag rossz, hogy az emlékmű
bázisa a föld alatt milyen. Tehát a fákkal kell kezdeni, és azoknak szót fogadva kell megcsinálni az emlékmű bázisát, ami a fű alatt van. Nos, tiszta és világos beszéd, világ, és azt gondolom, hogy nem lehet kétséges, hogy rövidesen meg is születik az emlékmű, mégpedig azért, hiszen a bejáráson a szakemberek is megvizsgálták a környezetet, és egyetértés született abban, hogy hol lesz ez az emlékmű. Természetesen ugye arról még essék szó, hogy a lovasversenyeket, az öttusa lovasversenyeket ott rendezték eddig, de ugye erről már le kell mondanunk sajnos. Az öttusa okán is, úgyhogy az nem lesz ott, viszont a székelykapu megmarad, csak egy más helyszínen felújítva, jó, nyilvánvaló. Egy kicsit még beszéljünk arról, hogy ugye vagy a januári, vagy a februári közgyűlés fog dönteni. Én azt gondolom, hogy nem lehet kétséges az igen. Természetesen. Én reménykedem, hogy januárban, én azt hallottam, hogy januárban, tehát hogy minél hamarabb legyen, kérem, mert hát ugye első és legfontosabb szempont most az, hogy tulajdonképpen még él egy olyan ember, tehát olyan fantasztikus sport lédi, kérem, tehát Keleti Ágnes, aki 5 aranyérmet szer, ott csak egyet, idézőjelben egyet, tehát Helsinki-be, de utána Melbourne-ben mi 4 követte, és még él, és 101 éves. Tehát én azt mondom, hogy számára minden nap ajándék, és hogyha egy mód lenne, akkor tényleg hozzuk előre ezt a döntést, mert fantasztikus, boldogító lenne tényleg, hogyha egy ilyen világhírű sport, hogy mondjam, sportember, kérem, ott lehetne a nyitányon. Egy dologról még nem beszéltünk, természetesen bízunk benne, hogy, és azt gondolom, hogy nem lett kétséges a döntés, hogy az avató ünnepségre azért 2 veretes személyiség is jelezte részvételét, mégpedig egy zenei és pontosan egy szöveges nem jelezte, induló. Mert felkértem őket. Tehát felkértem Tolcsai Bélát, hogy írjál, kedves Béluskám, egy gyönyörű, szép, győzelmi éneket. Azt mondta Lajos, meg lesz. Kész is van már, fanfárral együtt, kérem, valami káprázatos lett. Ez az egyik. A másik pedig felkértem Döbrentei Kornét, mondta egy ódát. Az is kész. Itt van, írva vagyon. Szenzációs. Úgyhogy kérem, óriási meglepetés lesz, gyönyörű lesz. Nagyon-nagyon várjuk már. Gyönyörű lesz. És én azt gondolom, hogy rövidesen megindul az előkészítés, és bízunk benne, hogy Székesfehérvár sportélete egyébként, sőt a magyar sportélet is megérdemli, hogy egy ilyen monumentális, de én azt gondolom, hogy az emlékeket felidéző szobor szülessen. És hát köszönjük szépen ezúton is. Ha megengedsz még egy dolgot, hogy még emellett kötelező tantárgyá szeretnénk tenni ezt a történetet. 1952-es Helsinki olimpia magyar hőseinek a történetét, tehát a jóisten tudja, Csermák Jóskától Puskásféle foci csapaton, a vízilabda csapaton keresztül a világ legerősebb kardvívó csapatáig, kérem. Hát soha nem volt például a kardvívásban se ilyen társaság, ilyen triumvirátus, mint Kárpáti Rudi, Kovács Pál és kérem Gerevics. 7 aranyérm van Gerevicsnek. 1930-ban már, 32-ben már ott volt, kérem, Los Angelesben. És Rómában is 1960-ban még ott volt. Tehát 7 aranyérmet szerzett, 6 csapatot és 1 egyénit. Az egyénit azt ugye 48-ban Londonban szerezte, de itt is azért, tehát Helsinkiben is az aranyérmes volt, mint csapat. Csapattam. És első 3 magyar volt, tehát Kovács Pál volt, utána Gerevics, és akkor kérem Kárpáti Rudi. Fan, ilyen nem volt a történelemben se. Így van. Akkor utána hát a magyar aranycsapat fociba. Akkor Paplaci, 3-szor egymást követő olimpián, kérem. Hát egészen kiemelkedő egyéniségeknek a találkozó. Így van, tehát ott van a helyük mindenképpen a legmagasabb helyen. Így van. Szimbolikusan is, és egyébként is kiemelni. És akkor legyen tényleg, hogy mondjam, akár a osztályfőnöki órának, akár testnevelési órának kötelező a tananyagért. Történjék így. Úgy van. Legyenek példaképek örök időkre. Így van. Megérdemlik. Lajoskám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát bízunk benne, hogy rövidesen beszámolhatunk az avatóról is. Köszönöm szépen, hál' Istennek, legyen úgy. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A Doni emlékkápolna felújítása miatt idén Székesfehérváron a Szent Imre templomban emlékeztek a Doni hősökre. A megemlékezésen Varga Tamás országgyűlési képviselő, a Doni Bajtársak Szövetségének elnöke Berdó Gábor mondott beszédet.
Rendhagyó módon idén Székesfehérváron a Szent Imre templomban emlékeztek a doni hősökre. Az urivi áttörésben, illetve az 1942-43-ban a Don melletti csatákban hősi halált halt, fogságot szenvedett és túlélő katonahősökre és családjaikra. A megemlékezésen Berdó Gábor, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke idézte meg a tragikus történéseket. A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség nevében köszöntöm Önöket a Szent Imre templomban, ahol a Doni tragédia 79. évfordulójára emlékezünk. A mai napon Pákozdon emlékeztünk volna a Donkanyar emlékkápolnánál az 1942-43-as Donmenti csaták őseire és áldozataira. Az emlékkápolna felújításra szorult, és a magyar állami jóvoltából meg is kezdődtek a munkálatok. Spányi Antal megyéspüspök úr felajánlotta, hogy itt, a Szent Imre templomban megszervezhetjük azt az ökumenikus imát, amelyen méltóképpen emlékezhetünk a hőseinkre. Köszönjük a Székesfehérvári Egyházmegyének, és köszönjük a Székesfehérvári Református Egyházközségnek, a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközségnek, hogy ma is, mint sok éven keresztül itt vannak velünk. Tisztelt emlékezők! A mai napon 29. alkalommal imával, gyertyákkal és csendes elmélkedéssel emlékezünk a magyar hadtörténelem legnagyobb tragédiájára. 79 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a reggeli órákban indult meg a Don mellett védelembe helyezkedett második magyar hadsereg ellen a Vörös Hadsereg támadása, amelyet az urivi áttörés néven jegyeztek be a magyar hadtörténet fekete könyvébe. A hadműveletekben a katonai lehetőségeit sokszorosan felülmúló hősiességgel harcoló második magyar hadsereg elveszítette harci technikai eszközeinek szinte egészét, állományának közel 70%-át. A túlélők közül szinte mindenki megsebesült, fogságba esett, hagyási sérüléseket szenvedett. A visszatérők évtizedekig éltek mellőzötten, megvetetten. Lelkükbe örökre beégtek a háború borzalmai. A mi tisztünk az emlékezés és a tiszteletadás. A hazáért küzdeni és meghalni a legnagyobb dicsőség, amit az utókor soha nem feledhet. A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség 1991-es megalakulása óta partnerszervezeteivel együtt őrzi, ápolja a hősök emlékét, szervezeti keretet adott a túlélőknek, és ad a leszármazottaknak. Dicsőség és hála a hősöknek. Megbecsülés a hátramaradottaknak. Tisztelet az őrzőknek. Kérem, a mai nap imádkozzunk az utolsó Doni veteránért, akit 2021-ben temettünk, és a családtagokért is, akik közül az elmúlt két évben sokakat ragadott el a világjárvány. Varga Tamás országgyűlési képviselő beszédében a rombolás évszázadának máigható veszteségeit emelte ki, amely meghatározta a szovjet elnyomás évtizedeit is. Ez a borzasztó időszak is kevés volt ahhoz, hogy a magyar lélekből kijöjje a tisztesség, a család és a nemzet iránti elkötelezettség gyönyörű és egyetemes érték. A II. Magyar Hadsereg Doni helytállása ezen értékek megőrzésének ékes példája. A II. Világháborúban Magyarország a történelem két legszörnyűbb birodalma közé került egy harapófon. A II. Magyar Hadsereg katonái nem a nagyhatalmi őrület miatt vállalták a szolgálatot a hazától ilyen távol, hanem a haza, a család szeretet, a kitartás, a kötelességvállalás és a tisztesség értékeinket. Szinte felfoghatatlan, hogy mit érezhettek honvédeink 1943. január 12-től kezdődően, amikor a mínusz 30-40 fokos hidegben megindult feléjük a szovjet henger, amely végül megállíthatatlanul tört előre addig a vonalig, amely később vasfüggönyként választotta ketté Európát több mint 43. Amit mi ma megtehetünk, azt megtesszük. Ápoljuk és őrizzük a hősök emlékét, és nem hagyjuk, hogy áldozatok valaha is felejtsenek.
Tavaly februárban végsem búcsút kellett vennünk szeretett és nagyra becsült Vitéz Mohai Ferencről, akitől oly sokat tanulhattunk ennek a háborúnak az emberi oldaláról, aki beszámolóival képes volt átadni mindazt a hazaszeretetet, amely az ő szívét átjárta, és szinte a bőrünkön érezhettük mindazt a megpróbáltatást, amit a magyar katonáknak a Don kanyarban ki kellett állni. Kívánjuk, hogy soha ne történjen ilyen tragédia a nemzetünk életében. Ma emlékezzünk őseinkre, és imádkozzunk, hogy békében. A Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye képviseletében Spány Antal megyéspüspök szólította meg a megemlékezés résztvevőit. Tragédiával bőségesen teletűztett történelmünknek egy utolsó fájdalmas epizódját, Donin tragédiát, az Uri áttörést. Azt, amiről sokáig beszélni sem volt szabad, amit sokáig értelmetlennek tituláltak, amelyre emlékezést is ki akarták törölni az emberekből, és jól emlékszünk első megemlékezésünket, milyen sajtóhírek kísérték egyes orgánok részéről. Amire emlékezünk, az történelmünk tragikus eseménye, de ugyanakkor hősiessége is. Katonák helyt álltak, a parancsot teljesítették, a küldetést elvégezték. A túlerő talán győzött, de hosszú időn keresztül a túlerőt is föltartóztatták, és számtalan csodálatos hősnek maradt fönt emléke, hősi tettére tudott visszaemlékezni. Hála Istennek emlékezhetünk, és tudjuk, hogy emlékeznünk kell, mert nem engedhetjük az ő áldozatokat, hősiességüket feledésbe borulni. Hősök voltak a hazáért, a nemzetért, a családért. Amikor emlékezünk rájuk, példaként állítjuk őket új nemzedékek elé. Amikor emlékezünk rájuk, példát akarunk tanulni tőlük a hazaszeretetre, a kötelesség teljesítésre, a család szeretetére és a család szolgálatára. És amikor emlékezünk, akkor imádkoznunk kell, hogy amiként a földi életben helytálltak, jussanak az égbe, a mennyország boldogságába, és találjanak örök nyugodalmat, örök békét. A református egyházkerület nevében Berze János lelkipásztor, az evangélikus egyházközség képviseletében pedig Bence András püspök helyettes mondta el gondolatait nemzeti sors tragédiánk évfordulóján. A Királykuti esték keretében mutatták be az Éjszakai Híd című verses kötetet. Bakonyi István vendége Győri László költő volt. Édesanyám, gyújts világot, hadd lássam a túlvilágot. A hagyományokhoz hűen Cserta Gábor és Takács László gitárjátékával kezdődött az idei első Királykúti esték, Bakonyi István méltán népszerű irodalmi portrébeszélgetés sorozata. A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ és a Vörös Marti Társaság szervezésében a József Attila díjas irodalomtörténész vendége az idén 80. születésnapját ünneplő Győri László költő volt, akinek 2020-ban jelent meg Éjszakai Híd címmel a legújabb verses kötete. Helye van a 21. század költészetében, a magyar kortárs lírában. Igen, a kilencek elnevezésű csoporthoz tartozik ő is. Hát sajnos már csak hatan élnek közülük, hiszen például Utasi József, Rózsa Endre és Olaj János már nincs közöttünk. Viszont ehhez a csoporthoz tartoznak olyan közismert költők Győri László mellett, mint a sokak által itt ismert Péntek Imre, vagy éppenséggel Mezei Katalin és a többiek. Én azt hiszem, ez a nemzedék a hetek mellett és a hetek után némiképpen a
az újkori magyar líra nagyon fontos teljesítményt hozta létre. Nem csak líráról van szó, mert Győri Lászlónak is van prózakötete például, tehát sok műfajú szerzőkről van szó elsősorban, de azért a költészetű talán az, ami inkább a középpontba állítja őket. Egy nagyon természetes hang az övé, nagyon letisztult hang, és ugyanez ez a letisztultság, ez a természetesség ötvöződik szerintem a modernséggel. A József Attila Radnóti és Szép Író díjjal is elismert Győri László 1964 óta publikál. A kilencek költőcsoport tagjaként verses kötetei mellett a 2000-es években több elbeszélés kötetét és a Káder című regényét is kézbe vehették az olvasók. Kivátképp ezekben az időkben, amikor dúl a járvány, akkor nagyon kevés rendezvény van. Volt, amikor tavaly alig volt valami, de az idén elindult, most megyek majd Tatabányára is. Nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a meghívást. Fehérvár az nekem kedves városom. Nem sokat jártam itt, de amikor jártam, akkor mindig szeretettel jártam benne. Péntek Imre barátom, az itt dolgozott sokáig, hozzá sokat jártam. Esik szó erről a kötetről, amely nemrégiben jelent meg, és most itt megismerhetjük mi is, Bakonyi István segítés az ön társaságában. Igen, tavaly jelent meg, egy kicsit már túl vagyunk a megjelenésen, tavaly jelent meg. Bemutatója nem volt, amikor megjelent, olyan idők jártak, hogy éppen elmaradt a meghívó, bemutató. Most került erre sor, és érdekes módon nem otthon, már Pesten, úgy értem, ahol lakom, hanem itt Fehérváron. Olyan versek szerepelnek benne, amit megszokhattunk az ön stílusában, mélységében? Igen, igen, igen. Talán egy kicsit mélyül a kötetről kötetre. Nem szigorúbb, nem jó ez a szó, hogy komolyabb verseket írok, és hát olvasóim örömére vagy szomorúságára rengeteg verset írtam tavaly előtt. Hát idén, már az idén is írtam verset, ezek majd újra remélem meg fognak jelenni kötetben. Tehát én most már túl vagyok ezen, de természetesen fönntartom, a tenyeremen tartom. Hallással attól sok parton, mert innen már oda tartom. A székesfehérvári irodalombarátok a találkozón meggyőződhettek róla, hogy Győri László költészetében továbbra is egybeolvad, egyé szervesül a hagyomány és a modernség, a részletgazdagság és az elvonatkoztatás, környezetünk tárgyszerű leltárba vétele és intellektuális átlényegítése, a líraiság és a gondolatiság, a játékosság és a komorság, a kezdet és a vég. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!